reggeli fények a Valtarina völgyében, Tiránó felé gurulok. Reggel 8 óra múlt pár perccel. Nagyon klassz, jaj, de jó! Á, gyönyörű! Kitábrázás szerint innen indul a legendás Mortirolo hágó. Mi a falu központból mentünk, és nem tudom, nekem azt tűnt az alapvetőnek, és szerintem a Giro-t is inkább ott szokták felvinni. Ez Mazzo. A Mortirolo hágó leghíresebb emelkedő itt indul, a legendás emelkedő. Nagyon bájos település. Milyen klassz kiépített padok, biciklitároló. Az igen. Hát ez családoknak ideális. Mindenkinek úgy értem le, nekik is. A túloldalon szeretnék kikötni, ahol a Mauroval tekertünk, mert onnan nagyon klasszat lehet filmezni. Ereszkedem a bicikli úton Tiránó felé. És ott átmegyek a túlsó bicikli úton, mert ott látom, hogy megy tovább. És ott tekertünk a Mauroval. Yes! Jaj, de jó. Nosztalgia ezerrel. Bizony annak idején a Mauroval is ugyanitt álltunk meg, és szinte ugyanekkor. Nem, talán egy fél órával hamarabb. Most 9 óra van. 2008-ban talán, amikor a Trittico Mortirolót csináltuk. És ott fent látszik a távvezetéknél a Mortirolo hágó, ott gyönyörűen látszik a nyereg. Békés klassz bicikli út. Ho-ho-ho-ho-ho! Na milyen dolog így biciklizni? Elképesztő! Visszairányba meg így néz ki. Ott szemben Mortirolo hágó. Elképesztően gyönyörű. Micsoda bicikli út! Úristen, meg hát itt futni is lehet. Pssz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 s
valaki nagyon követ engem egyfolytában. Na, ez már Tirano. Ez Tirano. Itt is már többször jártam. Ez a Pontresinai tó. Tavaly már jártam itt, csak akkor eléggé rógott az esőlába, sőt, talán meg is áztam egy picit odafelé, visszafelé, meg egyértelműen.
a híres Bernina vasút. Ez a híres svájci vasútvonalak egyike. Egész felmegy a hág. Na hát ez meg csak egy mozdony, vagy... Ha, pont csak egy mozdony. Na mindegy, azért szép piros. Ezer 200 méter fölött járok, sőt már majdnem 1300-on itt a Bernina hága úton. Most itt túl vagyok épp ilyen 9-10%-os 2 kilométeren. Elég kemény volt. Azért is itt álltam meg, mondom, na akkor legyünk túl rajta, aztán majd akkor jöhet egy kis pihi. Klasszín egy föntről, nézd milyen szép zöld a táj. Ott megy tovább az út. Csak pár másodpercig lesz csönd, mert biztos, hogy jönni fog másik autó. Nagyon nagy a forgalom, időnként kamionok is járnak. Az látszik hátrafelé, és onnan filmezem, ahol éppen 10 óra isztam. Így kielmes, mint az árnyékba ülve. Mondhatni, a 10 óra olyan túlzás, mert 2 óra körül van. De apró nassolás volt. Hát ezt nem szabad kérni. És szépen ott a kerek tovább fölfelé. Túrán ismételtem főszereplője ismét mögöttem, mert ő is megállt ott. Itt tekertem fölfelé, 8-9% szinte végig, mióta elkezdődött. Néhol egy picit lankásabb. Ott pedig Poschievo. Lenne az a falu ott a távolban. Ott kezdődött a második fele a Bernina hágútnak, a hosszabbik fele. Ez 17 km, és hát gyakorlatilag tényleg átlagosan tányol. Inkább azt mondom, hogy de valószínűleg 8%-os, elvileg lesz két ilyen 5-6%-os kilométer, de többnyire viszont, többnyire azért 8-9. Parikáim meg csak most tűnnek fel. Hé, szevasz, kecske is vagy. Ha, ott vannak a parikák. Tudod, van motoros, aki halkan megy. Tisztelet nektek, ez szép. Dicséretes. Hihetetlen tényleg, alig hiszem el. Olyan csöndbe megy. Nincs olyan rossz idő egyenlőre. Megnyugtató, 1800 méteren vagyok, és tulajdonképpen még jó. Bízom benne, hogy marad is így. Nagyon klassz, mindig egy patakzubogás.
Végre egy nagyon-nagyon pici lankás szakasz. Itt fog evédelni. Megérdemlem, nagyon megérdemlem. És arra pedig jobbra lesz a Forcroy di Livigno, Livigno hágó. Oda is felmegyek. Ebből az irányból érkezem, és ilyen bizony érdemes körbe fémezni 1900 méterről. Ott látszik is a Livigno ága út. ...2005-ben jártam ott. 7 év után térek majd vissza. Végre egyszer a külső oldalon filmezhetek. Gyönyörű, teljesen tiszta időben, és már látszik gyakorlatilag, ott a hágó útnak, a Berlin hágó út utolsó kilométeri is látszanak már, sőt, talán a hágó is. Megnézzük, hogy mi. Ott tekerek fel, és van ott valami. Hát, hogy ez a hágó tábla, vagy... Hát, szóval csak tehenek lennének. Vagy tábla. Hát, vagy tábla, vagy tehén. Az tehén. Ez most vicces volt persze. Az írsa meg a kezem a röhögéstől. Nézzük meg a csúcsot is. Közelről meg a Gletschert. És nézzük a Livigno. Elágazás is látszik már. Már ott a tábla. Ott kétlik a fák között, hogy elágazás Livigno hágó útra. 3-4 km a tetőig. Ott vezet a Forcola di Livigno hágó. Ha bealadszik a zene, az azért van, mert azért hangosítottam fel, hogy ne aludjak el. Épp scooter szól. Hát ez utolsó 2,5 km. Két bringás az nagyon suhan. Meglátjuk, hogy jönnek fel az emelkedőn. Már lehet a lendület felhozza? Nem hozza. Hát ezen a 3-4 kilométeren már több ringással találkoztam, mint az egész Berlinán előtte 4 órán át. Fölfelé meg kell látnom, olyan meredek volt, léhek nem egyet, kegyetlen.
ismét köpés a hágó. 60 méter szint emelkedés. Kegyetlen volt. Kegyetlen. Így máhával. 5800 szint a lábamba. Végig 8-9%-os. Jöttek itt a 10-12%-ok. Hú, basszus. Kegyetlen. Megcsináltam. És fejl az ember, forkol az Illiminyó. 4. 2000-re sem, mióta nem aludtam. És ott írja, hogy Punto di Controllo Valtellina Extreme. Na, nincs is mit videózni, annyira béna erre a kilátás. Innen még. Úgyhogy ennyit erről a hágóról. Ez nem csúnya. Forkola di Livigno lejtője. Csatlakozok vissza a Berlina hága úthoz. Igen, mert itt a határ. És 3,5 km a Berlina hága út. 270 méter szint. Nagyon szép az út, és gyönyörűek a fények, hihetetlen jó. Hát nem csúnya, azt kell, hogy mondjam. De azt mondja, nincs vita. Elképesztő. Múltkor nem volt ilyen szép idő szerintem. Nem is nem emlékszem. 7 éve. Ez is megvan. Másodszor a Berlinán, másodszor Máhával. Ezek a svájciak minden gyönyörű erre távvezetéket raknak. Nuffelen is ezt csináltak. Itt is elromdítják. Komolyan. Röhely.
tágulnak itt az autók, az elképesztő. Tessék megnézni. Nyomtak oda egy magyar matricát, és talán nem is olyan rég, egy éven belül valószínűleg. És akkor nézzük a Gletschert. Benne a távvezetékkel, ami úgy feldobja a tájat. Hát, nem annyira úgy nézem, mint ha lenne valami csobogó. Azért barátom, figyeljél. Köszönöm. És ez a völgy. A Gletscher, a Berlin a Gletscher, de milyen gyönyörű kék ég. Hát ez az, na igen, nehéz elképzelni, de Svájc ilyen is tud lenni. Nekem ez egész szokatlan. Őrcsöt annyitották megköszönni. És ott az a völgy, szerintem ott már gyakorlatilag szinte már az ott Szent Móric környéke, ahol ott keresztben van az a hegy. Oda gurulok le, 500 méter szintet kell leadni. Nem olyan sok. Jó is lesz. Ez tök jó, hogy ilyen jó idő van, nagyon örülök neki. Örök hóbirodalma, Pitzbernin a csúcsa, ahol mindig a hó az úr. Ezt a Berlini háború nem is lehetett látni, még jó, hogy itt oldalra néztem. Hogy néz ki? És arra felé. Zúg, lejtőn egyébként 77 km per órával zúgtam lefelé. Toronyegyenes lejtő volt. Elképesztő. Milyen hótenger van ott. Elképesztő, nagyon durva. Akár csak a Himalájában lenne. Wow.
valami látszik azért belőle. A gleccser. Fú! Nagyon durva. Hát azért meg kellett állni lefilmezni. Kérdés, hogy lesz-e még nyitva bolt. Ez, na ezt tessék kikapni. Bernina-Hágó út. Búcsúsnit. Há. Mekkora hófal. Jézusom. Hát az ember nem is hinné, hogy az Európában van. Júliusban. Szerintem egy apró részletében megnézni.